ふーたろくん、上杉、起きなさいよ。上杉さん、起きて。Na hello, szép délután kívánok, srácok, szevasztok, üdvözletem mindenkinek, mi a helyzet veletek? Hú, hát egy új játékot fogunk kipróbálni, és nagyon, de nagyon izgatott vagyok miatta, ugyanis kipróbáljuk a Gotobono Hanayome Reed, vagyis hát R-E, inkább így mondom. Ez egy új Otome game, amit egy rajongó csinál, már nagyon vártam, hogy kipróbálhassam, bele is néztem már, de most teljesen a legelejéről fogjuk játszani ezt a történetet, úgyhogy mindjárt be is kapcsolom itt nektek a sztorit. Köszönöm szépen, Flo, hello, hello. Watakushiwa. Annyira jó, hogy kiégeti a fülemet, de szó szerint. És hogyha megnéztük a játékot, együtt meg fogjuk tekinteni a Gotobono Hanayome koncertet is, ugyanis már fönn a YouTube-on, és már nagyon-nagyon várom, hogy lássam Mikuékat énekelgetni, úgyhogy jó lesz ez, jó lesz ez. Na akkor, menjünk át szépen a játék kijelzőre. Mi a helyzet, Flo, amúgy?
Na hát is jövünk ide szépen, fel is csaptam Mikunak itt a Nino cosplayt, úgyhogy gyönyörűen néz ki még mindig ez a karakter, imádom egyszerűen. Most, hogy eltört a fülem, igen, igen. Jobb lett a kedved, azt mondod? Nagyon helyes. Na, be is lépünk a game-be. Elvileg most már látjátok a kijelzőt, bizony, hogy látjátok. Nagyon jó. Majd a hangról kérek kicsit visszajelzést, mert előfordulhat, hogy a zene még így is hangos. Mert elég ilyen nagy kis cuccok vannak benne. Na, látjátok a karaktereket. Most már bekerült mindegyik. Mi természetesen a Nino szakaszt fogjuk vinni elsőnek, mert hát ő a kedvenc karakterem, bár erre már gondolom rájöttetek. Nagyon hangos még mindig? Ugye állítunk rajta még. Na, elvileg most már jónak kéne lenni a történetnek. Jól, return. Azt nem lehet állítani, kicsit kisebb legyen a betű méret? Nem. Na mindegy, akkor. Ikkyo minna. Elsőnek itt a bulinak. Igen, itt a Discord azért kicsinálta, ugye. Na. Remélem, hogy látszani fognak a szövegek. Maximum Mikut picit kisebbre veszem, ha nem. Ichika kérdezi, emlékszünk a legutóbbi tavaszra? Mi volt akkor? Köszönjük. Aha, jó, kicsit lejjebb veszek Mikuba, váltok egy pillantást. Ó, az animebeli zene játszódik. Jó. Szerintem ekkora elég lesz. Szavasz, Krisz! Na, így már talán nem fog kitakarni teljesen. Na, miért nem látszik a kijelző? Oké, szupi. Szóval. Ticsika azt mondja, hogy legutóbb azt mondtad, hogy bárkit legyőzöl azért, hogy beteljesedjen a szerelmed. Huhú, akkor ezt Ninónak mondja, bizony, így is van. Na. Mi a különbség közted és köztem? Amúgy jó ez a formátum, így srácok, hogy így fordítva felolvasom nektek? Fel kellett volna tenni fejjel lefel a monitor tetejére, így van. Igen. Persze, hogy ne. Szóval, gyerünk, mondd meg nekem. Igen, ezt mondtam, mondja Nino. És nem fogom senkinek hagyni, hogy elvigyék őt. Ez tetszik, jó van, Nino. De a testvéreim ugyanolyan fontosak nekem. Igen, ugye az animében ez is volt a... Ha jól emlékszem, a második évadnak az első felébe, amikor így volt az a konfliktus, ugye pont Itzki és Nino között, amikor így szétszélettek a lányok. Hát most úgy néz ki, hogy ez folytatódik. Még akkor is, hogyha nem engem választana. De téged fog választani, Nino, én gondoskodok róla, jó? Szeretnék annyira erős lenni, hogy lenyűgözzelek. Tetszik. Nem! Nem. Nem hentájkodunk. Szóval mit kellene tennem? Ó, Jutsuba. Semmit se. Mi ez a presumptuous? Nem tudom, mi ez a szó. Nem gondolod, hogy ez egy kicsit... Kicsit mi? Hú, vannak srácok szavak, amiket még az én se vágok. Olyankor így lesznek hibák. Mindegy, szerintem itt valószínűleg azt mondja, hogy nem gondolod, hogy ez egy kicsit nehézkes? Gondolkodással mindent megoldhatunk. Hát... Ha így érzed, futaró? Hogyha választasz egy dolgot... Nem választhatsz egy másikat. The day will come when a choice has to be made. Eljön majd a napja, amikor meg kell hoznunk a döntésünket. Bizony. Egy nap. Mi van, meghalt a PC-d? Azt olvastam a DC-den, hogy volt valami a ventilátorral. Hogy lett csapágyas? Ó, csak mi kettőnk. Ez tetszik? Mi lesz ez? Ha itt vagyunk a sírnál, mert ugye az anyukájuk már meghalt. Mama. What would you do if you were... Mit tennél, hogyha én lennél? Itzki? Nino? Hogy tehetted? Itzki? Ne aggódj, nem vagyok dühös rád. De nagyon komoly is vagyok egyben. Oho. Na és itt van az ikonikus kép ugye az animéből, amikor... Hát... Elvileg ő Jotsuba,
és futtarót csinálták, ugye, még 5 év, azt hiszem 5 évvel ezelőtt, igen, 5 évvel ezelőtt találkozott futtaró ugye az első ilyen Gotubon leánnyal, majd 5 évvel később már az iskolában, amikor oktatójuk lesz, hát újra összekerülnek, és azóta megy itt a húzavon, hogy akkor most kicsoda, mert ő volt az első szerelme, ugye? Szóval, Nino megtalálta ugye ezt a kis képet, amikor tisztította a szobáját. Ugye Nino, ahogy meglátta ezt a képet, tudni akarta a második évadban, hogy ki is ez a srác. Ugye Futaro eljátszotta, hogy ő Kintaro. Hát végül csúnya vége lett annak a dolognak. Ez egy fotó Fukunról. Igen. Most pedig. Miért tartod ezt magadnál, Itsuki? Igen, ugye az animében Itsuki tárolt ezt magánál. Mondjuk úgy, hogy nem tudom szétszedni rendesen, plusz a legutóbbi szervizelésnél is kellett volna cserélni a ventilátorba. Azóta eltelt 2 év. Ja, hát igen, az úgy nem kellemes. És aki mellette van. Itsuki nem válaszol. Oké, feladom. Elmondok neked mindent, amit tudok. És akkor Itsuki megmagyarázta igazából, hogy mi történt. Futaro első találkozása Jotsubával történt még évekkel ezelőtt. And that she told him on her way. Nem emlékszem, hogy elmondta volna az animébe. And that she told him on her behalf. Még ha ez igaz is. Mi van és akkor mi van? Olyan aranyos Nino, ez a tipikus ilyen Kimi Räikkönen-es féle stílus. Azt hittem, ez volt a helyes döntés. Hogy mi? Az a baj, én hallom a fejembe az ő hangjukkal ezt. Most már te is tudod. Yusugi-kun egyszer szeretett egy lányt a múltba. Ehe. És ez a lány volt Jotsuba. Szerintem megérdemli, hogy tudja ezt. Hát... Nino egyre mérgesebb. Mit gondolsz, mit fogok most tenni? Persze, én nem fogok semmit ráleröltetni, Nino. De láttad őket az iskola... A osztálykirendeláson, nem igaz? Ojjajjajjajjaj. Igen, ugye ott volt a Miku is, mikor így beszállt a buliba, és ott volt egy komolyabb vita így a lányok között, ugye? Viszont Shadow a filmre majd tudok jönni is, majd ha nézzük. Jó, oké, rendben van. Bármikor, ha valamelyikön közel kerül hozzá, valaki megsérül. Igen, ugye ott vesztek össze. Szóval. Nem akarom hallani. Mindegy is, a legfontosabb dolog az, hogy hogyan is éreznek ők. Hát ezt mondjuk elég furán éreztem ezt a szöveget, na mindegy. Oké. Futaro, eldöntötted végre? Itt az apja, ugye? Igen. Ó, az első évad rajzolását, de szerettem. Mindenki. Megígértem, hogy segíteni fogok nektek leérettségizni. De nem hiszem, hogy meg tudom tartani ezt az ígéretet. Itsuki? Értem. Ichika ma nem jött, mert beteg lett. Én még mindig örülök annak, hogy együtt érettségizhetünk. Ez mind neked köszönhető, Yusuki-san. Olyan fura érzés amúgy, hogy én olvasom ezt a szöveget, mert én hallom az ő hangjukkal, de ti az enyémmel halljátok csak. Jó kicsit nosztalgiázni előttem ilyennel. Mennyibe fájt? Ingyenes. Ingyenes, mert ugye egy rajongót csinálja, és ő tette közzé a nemzetközi izébe. Gotuban csoportba, csak most a legújabb verziót meg nem tudtam begyűjteni, mert eltűnt az oldal, valószínűleg a stúdió lelőtte őt, úgyhogy ehe. Úgyhogy most ez van. Majd remélhetőleg valahol máshol felteszi az újabb verziót, és akkor majd toljuk azzal is. Miku, beköszön, Futaro. Minden rendben van? Nem tűnsz valami jól ma? Futaro nem válaszol. Ez lesz... Szerintem... Na várjál, it's better this way. Szerintem jobb lesz ez így. Lányok. Ígérjétek meg nekem, hogy tovább fogjátok folytatni a tanulást nélkülem. Ajjaj, ajjaj. Yusuki-kun? Kő-kun? Miről beszélsz?
Nino hangja egy kicsit átment keményenbe. Daisuke wa natatachi. Futaro, nem mond semmit. Szerintem el fog költözni hamarosan. Nino, what? Amúgy kár, úgy bevágnám alá izéket. Várjatok csak. Ezt nem fogjátok látni. Ugye tovább megyünk, de én ide be akarok vágni izéket. Eredeti zenéket az animéből. Anayome. Mindjárt folytatjuk, srácok. Soundtrack. Csak azért, mert annyira jó soundtrackjai vannak ennek az animének, hogy fú. Ne tudjátok meg. Látok, belenézek kicsit. Ó, az pont jó lesz. Vissza kell tekerjem. Hol van? Na itt. Igen, amúgy ezzel is nagyon jó. Remélem nem lesz túl hangos a zene. Hogy mi? Nem lehet. Miről beszélsz? Uesugi-san? Megszólalt Yotsuba! Hoppá! De jó. Raiha nagyon rossz állapotban van. Tudom, hogy nagyon sokszor beteg. De egészséges volt. Raiha egy nagyon erős lány. De nem garantálhatjuk, hogy jó lesz így a jövőben is. If I keep leaving Raiha at home. Nem hagyhatom mindig itthon éjszakánként. De a jelenlegi munkám nem túl stabil. Szerencsések vagyunk, hogy a nagyszüleid kapcsolatba léptek velünk, amikor lehet. Vállalni fogok még több munkát. Megteszek mindent. Kérlek. Utal. Már így is éppen eléggé elfoglalt vagy a kollégium és a vizsgáim. Sajnálom, de nem tehetjük ezt meg. Sajnálom, de muszáj meg. Büszke vagyok. Szóval mostantól kezdve szeretnék jobb életet adni rájá. Szeretnék jobb apa lenni számára. Kérlek, érzem. Futaro körülnézett a házban, és meg annyi emlék jutott eszébe. Hú, gyerekek, annyira hatásos ez a zenével. Rengeteg igazából itt azt írja, hogy rengeteg nyom van a falon, ami ott maradt, meg így lehetséges, hogy tényleg jobb lesz Raihának, hogyha elmenjünk valahol máshol. Hú, kicsit elhúzom a hangot. Hangos. Igen, én is gondoltam. Raiha. Szóval ez történt. Ez nagyon... Mi az ördög? Én nem értem ezt. Nino. Nem maradhatsz itt egyedül? Ez lehetetlen. Ha megtenném, akkor magára hagynám Raihát. Futaro. És mennyi időnk maradt hátra? Nem tudom. De biztos vagyok benne, hogy hamarosan eljön. Futaro mindenkit lesokkolt ezzel az üzenettel. Itt konkrétan azt mondja, hogy a napsugarak igazából bevilágították az égboltot, viszont mindenki arca lelombozódott. Néhányan azt gondolták, hogy nincs kiút ebből a szituációból. De Futaro elfogadta a valóságot már hosszú ideje. Nézzétek el nekem, ha kicsit furcsán fordítom le. Nem, az instant fordításban nem vagyok annyira túl jó. Légyszeres, nézzétek el nekem. Nézzük valami más üzenet még. Jó, ez jó lesz. Yusugi-san. Kicsit még lejjebb leszek belőle. Így.
Hogyha Yusugi-san elmegy, akkor mit kell eletennem? El kéne mondani nekem neki az érzéseimet, hon most? Szeretlek. Ó, Miku. Második évad utolsó rész, ugye? Jó, azért az komoly epizód volt. Jocuba. Nem tehetem. Az ő érdekükben. Értem. Futárokon? Még mindig nem hiszem el. De ha belegondolunk, az első találkozásunkkor is hasonló volt a szitu. Talán a sors akarta az, hogy szétváljunk előbb-utóbb. És persze ez Raiha miatt. Icska! Mit fogsz most csinálni? Futaro hamarosan elköltözik. Icsika nem mutatta ki, de ő is teljesen lesokkolódott. Beszélnem kell vele legközelebb. Miku bizony. Négy szem köz? Igen. Mert akkor még van abszenz itt vagy, de... Ezt összintén szóval nem tudtam, hogy itt mit mondott Icsika. Csak ti ketten? Miku, miért mondod ezt ilyen mosolyjal? Igen, csak mi ketten. Amúgy én nem kedvelem Icsikát. Nézzétek el nekem, de én nem szeretem a karaktert. Az első évadban még úgy voltam vele, hogy tök kavai, meg tiszteletre méltó, stb. Hát azt úgy lerombolt a második évadban, hogy fú. Majd a stúdiószobába fogjuk ezt megtenni. Stúdiószoba? What? Tudod, hogy elég bunkó, nem igaz? Icsko szavai meglepték minket. Ez a te ötleted volt? Nem. Ez Fukun találta ki először. Itt megint nem tudom pontosan. Icska. Yotsuba hangja kicsit magasabb lett az átlagosnál. Én meg ilyen vagy? Így beszélsz Yusugi-sanról még pont Miku előtt? Ujjaj. Eléggé rámenős, igen. Nem szeretem. Nino is, vagyis hát... Nem azt mondom, hogy rámenős, mert Nino is az. Hát Ninónál nagyobb rámenős karakter nem létezik a világon, tehát... De ő mégis annó... Tehát nem csinál olyanokat, mint Icska. Nem próbálja rá... Ilyen... Hogy mondják ezt? Nem próbálja ilyen pimasz trükkökkel úgymond előnybe hozni magát. Nino csak Nino. Ő megmondja neki, hogy bocs, Fukun, de én szeretlek. És nem érdekel ki mit gondol, de én szeretlek. És akkor. Tehát érted? Ő nem köntörfalazik, megmondja a tutit, míg Icska beöltözik Mikunak, és így próbálja maga... Azt ugye Mikukén mondja azt, hogy amúgy az Icsika nagyon kedvelt téged, szerintem jók lennétek együtt, meg stb. Tehát... érted a problémát. Ez engem azért is idegesített főként, mert ők tesók. Érted? A testvéreiddel azért nem csinálsz. Még akkor se, hogyha... Még azt mondom, hogyha egy szerelmi riválissal, akivel abszolút nem vagytok jóban, azzal még oké. De az, hogy a tesóddal, az szerintem nem oké. Nos? Mindig ilyen vagy. Mindig is ilyen voltál, pontosan mióta gyerekek voltunk, és semmi nem változott. Mindig elvetted a játékokat tőlünk, ami a legviccesebb volt. Ohó, tessék, alá is támasztja Yotsuba, amit mondtunk az előbb, ugye? Úgy teszel, mintha érdekelnénk téged, de közben tudjuk, hogy egyáltalán nem így van, és csak azt teszed, amit akarsz. Ég a feszültség. Itzki, aki csak nézte őket, az arca kékké vált. Yotsuba, ne tedd! Ó, hát ez vicces. Na igen, ez a másik dolog. Tehát ezek a válaszai, tehát olyan... Hogy mondjam? Olyan stílusban tud ilyenkor visszavágni, tehát ez a... Ó, igen, ez vicces. Hát ez az a pillanat, amikor én lány lennék, én fognám, és így egy pofont leadnék neki. Ez biztos. Tud, ilyen lányok közti pofont. Mert ez annyira gáz. Szerintem.
Ó, hát csak nem a múltunkról beszélsz. Jézusom, hogy néz ki a szemem? Jacuba? Hogy mondják más szóval a spoilt? Ugye spoiler, de... Ezt hogy mondják magyarul másképpen? Pimasz, így van. Spoiled not long ago. Na várjatok. Úgy döntöttem, hogy használni fog fordítót, ha valamilyen van. Nehezen múljon a kontextus. Spoiled az azt mondja, hogy... Jó van, Flo. Szóval, Jocuba, nem te voltál nagyon elkényeztetve nemrég, nem sokkal ezelőtt, ha? Gonosz. Te mondtad azt, hogy nem voltál ugyanazon a szinten, csak mert... Micsoda? Jösszédvi. Ja! Bocsánat. Azt mondtad, nem vagyunk ugyanazon a szinten, csak azért, mert te jó vagy a sportokban. Igen, ugye tudjuk, hogy Cubára nagyon sportos. Mondd meg nekem, ki bántotta Mikut többször, mint bárki más közülünk? Megint ez a szó, annyira nem szeretem. Mi ez? Resum. Olyan amúgy, mint hogyha fordítanék kb. Már mint izét. Trailer. Végig úgy játszottam, mint aki nagyon merész. Ez nem volt valami aranyos. Szóval merészséget jelent az a szó. Icska, elég legyen. Ne játszol úgy, mint hogyha idősebb lennél nálam. Ugyan gyerekek, létszik, nyugodjatok már le. It's not like to you, is it well? Well. Hát most vagyunk pont a jó zenénél amúgy. Ezt nem tudom lefordítani, nem tudom mit jelent. Ez mind miatta van. Hát Icki izét hibáztatja most Futarót, ugye? Miku, kérlek, mondj valamit. Én mondtam valamit. Hehehehehe, poén egy. Ja, nem. Futaro? Talán nem történne ez, hogyha a Futaro nem menne el. Mi a fene van veletek, srácok? Egymás ellen harcolunk, nem fog megoldani semmit. Jocuba. És Icki, te! Te fel fogod adni csak úgy? Tudjuk jól, hogy ugyanarra gondolsz, mint mi. Itt a Nino zene! Tudjátok, amikor az a csók elpattan, ugye? Imádom. Jocuba, Miku? Mióta éreztek ti is így iránta? Komolyan! Mi a fenét csináltatok eddig? Imádom, majd oltja őket. Szóval ez történt. Jól csináltam. Döntenem kell, ki volt. Na ki dicsérjünk. Ja várjál, ha ez munkában van, akkor nincs. Na? Eltaláltam! Ennyi! Nino, beszéljünk egy kicsit az ügyről. Lehetséges, hogy rossz ötlet volt felhozni. Egyáltalán nem. Csak úgy fel fog szívódni egy nap? Tényleg szerettem volna látni, hogy leérettségiztek. Ne beszélj ilyen múlt időben! De nincs más esély. Igen, ez a helyes. Én nem foglak feladni egészen addig, ameddig nem válaszolsz a vallomásomra. Ez az arc! Imádom! Drága Nino. Ezek az idióták ugyanezt gondolják, mint én. Nino. Transfer. Na most várjál. Maybe it's best to transfer like this. Most azt jelenti, hogy így lenne a legjobb elutazni? Vagy... De gondolom, igen. Hogy mi?
Hogyha én eltűnök, egyikötök sem lesz, tehát egyikötöket sem fogom bántani. A döntés egyszerű, de nem könnyű. Mi? Simple. Simple. Mit jelent simple? Simpla. A döntés szimpla, de azért nem ilyen egyszerű. És megint itt van a Nino zene. Yeah. Talán ez a legjobb megoldás. Hogy mi? Nem igaz. De... Ájjajjáj. Ahogy Itzki mondta, mindannyian bántva leszünk fúkunk miatt. Ez nagyon fura. Nino, kérlek, ne mondd el sem... Ne mondd el a többieknek azt, amit most mondtam. Jaj, ne! Fáj ez a zene! Fáj! Ó! Minden pénzemet félreteszek egy saját apartmanra. Yes! Ügyes vagy, futaró! És így egyedül fogom hagyni Reihát apával. Nem fog elmenni! Vagy wait, csotto, rewind? Ja, bocsánat, rosszul mondtam. Nem, mert így magára hagynám Reihát apával egyedül. És egyáltalán nem bízom benne. Szobára, igen, az. Persze. Futaro megfordult és Reihára tekintett, miközben ő aludt. Ajjaj. Reiha komfortosan aludt, nyitott szájjal, és nem is tudta, hogy Futaro hogy érezte magát, amikor fennmaradt egész éjszaka, hogy figyeljen. Hát lényegében Futaro ugye egész éjszaka fönn volt, és figyelte Reihát, hogy nehogy valami baj történjen vele, míg alszik. Reiha. Mi ez a zene? Ez boldog zene. Nem számít, mi történik. Nem foglak magadra hagyni. Az a rallying-et, ezt meg kell nézni, hogy ez micsoda. You guys... Szóval... Aha, ti srácok továbbra is Fukurra hagyatkoztak. Mit fogtok csinálni, hogyha ő elmegy? Oké, okay, Jocuba. Beszéljünk egy picit. A tanárnő így félrehívja, Miku közben. Költözés. Jobban teszed, hogyha felelősséget vállalsz ezért. Miku. What are you doing? Oké. Okay. Mi? Be as still as the mountain. Legyünk olyanok, mint a hegyek. What? Nani? Oké, okay, Miku. Jaj, annyira jó az első évad rajzolás, nekem úgy hiányzik. Sokkal jobban nézett ki, mint ez. Ugye az anime maga a stúdiót váltott a második évadra. Nem mondom azt, hogy rossz ez a rajzolás, mert nem. De szerintem az első évad rajzolás abszolút jobban feküdte ez az animéhez. Szerintem. Például lát, mennyire jobban néz ki Jitsuki. Meg az a fej. Miért is akartam én látni ezt a képet? Szerintem el kellene mondanom az apiknak, hogy kilépek. Legalábbis már egy ideje el kellett volna mondanom. Ó, oh, a telefonom csörög. Hú, basszus, akkorát csörgött a telefon, hogy meg a fülem is berezonált. Itt a izé zene. Amikor elmondta, hogy szerelmes. Nino. Micsoda? Pont a izé hívta őket. A faterjuk. Hello? Jusuke-kun? Sose tudom megszokni azt a félelmetes hangját. Csalódást okozol nekem. Hogy mi? Sosem gondoltam volna, hogy belerántod a lányaimat a családi problémáidba. Mi a francról beszél? Ha jó? Ha figyelmesebb vagyok, hallok valami zajt a háttérbe. Nem számít! Apa mindig is! Ez a hang! Hát ez Nino! Milyen kizárásos alapon!
Fukunnak el semmi köze. Én csak azt teszem, amit szeretnék. Mi ez a tutor? You can tutor. Vagy tutor, vagy nem tudom, hogy kell mondani. You can't... Ah, ja, az a tanítás. Szóval, nem taníthatod a lányaimat a családi problémáid miatt. Ezt viszont meg tudom érteni. De most azt akarod, hogy én feleljek a te ügyedért? With my daughter, no less. A lányaimmal együtt? Futaró gyorsan rájöttem, mi történt. Oda megyek. Minó. Apa tudja jól. Őt a... Ha? Hogy mi? Ő tartotta a hátát egész idő alatt. Csotto, most fater belement abba, hogy... Lényegében az apjuk most segített Ninónak azzal ide csalja Fukunt? Nani? Nani? Ez komoly. Nem szeretnél, nem szeretnéd, hogy érettségizzük? Ő tökéletesen csinálta munkáját. Ezt el kell ismernem. De a végén... That's just a part of... Ez csak az ő munkájának a része. Mint egy tanár. Semmi több. Semmi kevesebb. Ó, igen? Nos, ha ez a helyzet, akkor el fog menni otthonról megint. Nino, imádlak. Mert tudom, hogy egyáltalán nem érdekel téged, hogy mi történik velem. Nino, elég volt! Az a baj, ezt hogy mondják? Édesapa? Mert ugye Otto-sama-nak szokták ezt mondani az animékben, hogy az Otto-sama az ilyen... Hát az is apa, csak ugye az ő apjuk, de ezt magyarul nem tudod megfogalmazni, mert nincs így magyarul. Akkor... Édesapa, szeretnék bocsánatot kérni ezekért. Nincsen semmi okod arra, hogy így hívd az apámat. Nino? Nino nem úgy tekint rám, mint egy családtagra. Tudom én ezt eléggé. Hogy mi? Hogy mégis miről beszélsz? De hiszek benne... She should listen to me as long as she... De hiszek benne, hogy hallgatnia kéne rám legalábbis addig, ameddig az én tetőm alatt él. Ez lenne a fair. Micsoda támadás, öcsém. Nino mérges. Szóval... Erre gondoltál végig, mi? Soha nem jöttél el a szülői értekezletünkre. Soha nem dugtad haza az arcodat. És még van képed úgy hívni minket, mint egy család. Tényleg azt hiszed, hogy megérdemled azt, hogy szülő legyél? Nino! Ez nagyon komoly buli. Ezt úgy megnézném animébe is amúgy. Végtére és futáról megállította Ninót. Fukun. Mi a fenér voltál ennyire... Reckless. Gonosz, vagy... Várj, reckless, hogy fordítsam? Reckless. Vakmerő. Hát... miért voltál ennyire... merész, inkább úgy mondom. Mert nem szeretném, hogy... Nem szeretném feladni így. Apám. Nem láthatom többet az anyámat. Miért? És most Raiha. Néhány... Az élet egész eléggé igazságtalan néha. Ez igaz. Te mondtad már nemrég. Van néhány dolog, amiben nem segíthetünk. Nino magára vette a kemény stílusát. Ahogy azt szokta. Nino soha nem szeretné, hogy mások észrevegyék azt, hogyha ő... Hát, hogyha rossz kedvű vagy. Hát, hogyha valami bántja, értitek? Nino. Mindenképpen szerettem volna mondani valamit Ninónak.
De a szavak nem tudták elhagyni a tollat. Na, ezt hogy szokták mondani? De a szavak nem voltak képesek elhagyni a számot. Nem. Szavak? Nem tudok magyarul, gyerekek. Japánul jobban tudom ezeket, mint magyarul. Jó, meg kell gondolnom, mit mondok. Sajnálom, hogy csak így ide rángattalak. Nincs miért bocsátat kérned. Olyan édes vagy. Ó, kawaii. Köszönöm. Nino megfordult, majd elsétált. Minden egyes léptével egyre messzebb és messzebb került tőlem. Majd minden eltűnt az ő szem elől. Ugye itt most gondolnak Futaróra. Futaró. Nino! Oho, menj csak utána, úgy. Nino és apa. Mindenki annyira túl agresszív. Még Jutsuba is. Csak nem mutatja ki. Akkor nem agresszív, hanem... Mit mondod? Szenzitív, ugye? Érzékeny, bocsánat. Igen, érzékeny. Azt mondta, ma is el fog kiesni. Várj, mi volt itt? Furcsa módon úgy néz ki, elég elfoglalt ma. Jutsuba, Ichika. Átgondoltam a dolgokat. Beszélhetnénk egy pár percre? Persze. Mi az? Hogy mi? Szóval emiatt vagy... Biztos vagy benne? A másnap. Nino éppen az anyukájának a sírja előtt állt. Valaki hagyatott egy virágot. Egy csokorvirágot. Nino tudja, hogy az édesapja volt itt nemrég. De megpróbálta... megpróbált eltekinteni ettől. Anya... Nem tudom, mit tegyek. Szeretem Fukut, és hamarosan el fog tűnni. És csak még jobban szeretem őt. De emiatt a többieket még jobban bántani fogom. Már így is bántottam valakit. Jó, ez valami szomorú zene kell, nem boldog zene. De. Ó, ez jó. Ez jó lesz. Egy ártatlan anime egy apró biszúval. Ja, Red of Healer. Az jó anime. Az jó anime. Az jó anime. Várom már a folytatását. Mondjon bárki, de független attól, hogy milyen az az anime, rohadt jól megírták, és nagyon jól megcsináltak. Ezt tényleg élvezni lehetett. Na minden, menjünk vissza. Önző lennék? Lehet, hogy csak fel kéne adnom. Pillanat, gyerekek, és jövök, csak hozok innivalót. Egy pillantást kérek. Na, megyünk tovább. Látom, közben eltekeredett a zene, amit nem szerettem volna. Na. Szóval. hogy van? Anya. Hogy őszinte legyek. Szerettem volna legyőzni mindenkit azért, hogy beteljesedjen a szerelmem. Talán önző lennék. De ahogy ment az idő, az én szívem is megváltozott. Még mindig szeretem Fukun, de nem szeretnék bántani senkit. Ez még önzőbb, mint ami ennek hangzik. Ó, Nino.
Szeretnék ugyanabba az ugyanarra az egyetemre menni, mint Fukun. És apa. Nino tekintete a csokor virágra szegeződött. Szeretnék jobban lenni apával is. Ez furcsa. Tudom, hogy nem kaphatom meg minden, de nem szeretném őket feladni. Neked rengeteg dolgot fel kellett adnod, nem igaz? Pedig rengeteg dolog volt, amit meg szerettél volna csinálni. És ez a mi hibánk, hogy beteg lettél. Anya. Mit tennél, ha él lennél? Ó, Istenem, neki cuki. Igen. A kamera dolgok, tudod. De nem kapott választ. Anya. Fukun elmondta nekem. Fukun igazából... mennem kell. Ó, kirázza hidegette a zenétől. Ninom hátat fordított az anya sírjának, majd pedig csalódottan elment. Frusztrációja egyre magasabb volt. Szívében pedig ürességet érzett. Ha én lennék anya... Anya egy... Anya hogy csinálna? Ó, de kavajik. Hogy áldozhatod fel ennyi mindent? Nem. Nem erről van szó. Anya mindig határozott volt, és a legjobbját hozta ki ebből. Még akkor is, hogyha rosszul volt, soha nem adott fel minket. Azért, mert... Azért, mert... Mert miattam... Nakano Rena? Így hívek az anyjukat, Rena? Ha? Egészen addig, ameddig a lányaim egészségesek. Én leszek a legboldogabb ember a világon. Ó, de kavai. Köszönöm. Rendkívül köszönöm. Anya csak miattunk nem adta fel. She kept living for our sake. Csak is miattunk élt. Nem igaz? Anya, sajnálom. Sajnálom, hogy nagyon sokáig bolond voltam, és nem vettem észre. Sajnálom, hogy aggódnod kellett miatt. Kérlek, várj és figyelj! Önmagam leszek mostantól kezdve. Már nem elég? Nem. Nem hezitálhatok tovább. Meg kell mutatnom, hogy meg tudom csinálni. Yusuki Sanér. És saját magam miatt. Ezután egy kisebb idő telt el. Nino ezek után sem változott. Viszont furcsán nyugodtnak tűnt. Talán felkészült arra, hogy elfogadja a dolgokat? Yusuki-san, hogy vagy? Nincs semmi másabb. Nem, minden ugyanolyan, mint általában. Pontosan ilyen vagy. Hogyha ez én lennék, még jobban antiszociális és depressziós lennék egész nap, úristen, Jocuma. Csodálatos vagy. Yusuki-san, hogy őszinte legyek, nem erről szerettem volna beszélni veled. Ja, tudom. Mindig van valami indoka annak, hogyha ilyen komolyan nézel rá. Ó, megint az áhá. Lehet, kár ugye, hogy nem tud szinkron szerezni hozzá, mert ugye ez egy fanmade játék.
De annyira jó lenne. Találkozhatnánk iskola után? Valami különlegesre készültem csak mi kettőnek. Oho. Később találkozunk. Iskola után Jocoba elvitte őt egy üres osztályterem. Ez a hely? Ez volt a testépítő klubja. Testépítő klubnak egy ilyen... terem? Komoly. Annyira jó az a sztori, nem véletlenül szeretem a Slice of Life vonalat. Így van, én is imádom, kedvenc részem. Az iskolai románc, a Slice of Life, imádom, annyira jó. Különleges engedélyt kaptam arra, hogy használjam egy kicsit. Tényleg volt egy ilyen klubunk? Ülek, élek, Jusszegiszen. Térjünk a lényegre. Jusszegiszen? Én... Mi ez a florist? What is florist? Florist. Hogy mi? Virágkötő? Jocuba, miért akarsz virágkötő lenni? Szóval, Jusszegiszen, virágkötő akarok lenni! Miért? Virág mi? Bocsánat, de fogalmam sincs, hogy mi az. Most vagy virágárus, mert a fordító azt mondta, hogy virágárus per virágkötő. Hát most Japánban nem tudja, hogy mi az, hogy virágkötő, akkor nem tudom, mi van. Ahogy sejtettem. Vess egy pillantást erre. Egy kinyomtatott papírt mutatott Jocuba, amin az ő munkája szerepelt, és megmutatott egy aranyos illusztráció volt a virágkötésről. Szinte érzem rajta, hogy mennyi mindent belefektetett ebbe. Gondolom valami olyasmi, aki virágokkal dolgozik. Te magad csináltad? Pontosan. Kaptam persze néhány segítséget is a tanáromtól. Hogy őszinte legyek, azt hittem valami atlétikusabbat szeretnéd csinálni. A tanárné ugyanezt mondta nekem. Szerintem jobban illik hozzám az, hogyha valakit támogatok. Az egész azzal... Micsoda? It started out as a whim. What's a whim? What is whim? Ah. Az elején elég szeszélyesen indul, de most már tudom, hogy mire lehetek büszke. Jocoba végül elmesélte, hogy mik a tervei. Komplett előre megírt tervek, jövőképek, stb. Nem mondhatom azt, hogy ez tökéletes, de a szemében láttam tisztán, hogy mennyire szeretné is ezt. Azt hiszem megértettem. De mi vezetett rá téged erre? Szerintem te még soha nem voltál az éjszobában. Most komolyan, Jocuba, egy narancs van a székeden? Miért? Ne mondd már nekem, hogy egy narancson ülsz. Lol. Így lenne? Szerettem a növényeket. Néhány... Palánta. Néhány palánta rendkívül gyorsan megnő, hogyha figyelsz rájuk. Igen, itt konkrétan ugye azt mondtál, mint amit én az előbb. De végtére is... minden palántának van egy saját... Hogy mondják ezt? Hát akkor nem tudom, nem tudok magyarul, gyerekek, nem hiszem el. Saját célja! És saját... és a saját maguk módján kell felnőniük.
öntözhetem őket vízzel, védhetem őket az esőtől és a széltől, viszont nem csináltok helyettük spórákat. Homolyan Jatsuba most átmentünk izébe világkötő oktatásba? Néha annyira büszkévé tesz, amikor látom ezt. Egy kicsit zavarba ejtő ezt mondani. Oké. Érdekes. Olyan volt, minthogyha... Olyan vagyok, mint aki soha nem lenne képes spórákat ejteni a saját maga módján. Ez nagyon furcsán hangzik amúgy. De nem titkolhatom tovább. Úgy döntöttem, hogy segítek néhány dologban a klubnak, részt veszek a klub aktivitásban, így viszont kerülhetem a tanulást. Már megint, Jatsuba. De amikor meghallottam, hogy ti el fogtok menni, nem tudtam tovább hezitálni. Úgy hallottam, hogy beszéltél az édesapámmal. Help us to find the right career for us. Az oktatói munka tényleg segít nekünk abban, hogy jó karrier találjunk magunknak a későbbiekbe. Kezd el fáradni a hangom, nem már. Úgy szerettem volna elmenni, hogy tudom, Yusugi-san a legjobb oktató. Egészen a végéig. Ez minden, amit mondani szerettem volna. Nagyszerű voltál! Hogy őszinte legyek, mindig is aggódtam a te jövődért, de most meglepődtem. Köszönöm szépen. Jatsuba örül. Tett egy ilyen megnyugtató sóhajtást. Nem tudom, hogy ez milyen amúgy. Shadow szomorú aranyhal. Akartam Auréliának venni egy cuki plusz rókát, és nem találtál? Jaj, nem szállítják Magyarországra. Bakker. Sehol nincsen amerikai per angol, vagy valami európai országban? Ez nagy kár. Yusugi-san, mindig is hálás leszek neked. Már azelőtt is az voltam, hogy egyáltalán oktatóvá váltál. Ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho. Mit van a múlt? Tudtam. Te voltál az. Szeretlek. Mindig is szeretni foglak. Kimondtam. Nino, ennyi elég? Térjünk végre a tárgyra. Most hagyjuk azt, hogy mennyire késő van. Itt az ideje, hogy elmondj mindent Fukunnak, mielőtt elmegy. Nino, ez azt jelenti? Megint jók olyan a zene. Ez az. Igen. Remélem, el tudod mondani Fukunnak, hogy hogyan is érzel iránta. Nem csak te, de Itsuki és Miku szintén. Nino? Mit akarsz csinálni? Eldöntöttem, hogy nem vagyok képes megtenni addig, ameddig ti nem teszitek meg. Ti nem az ellenségeim vagytok, hanem a családom. Ez nem jelenti azt, hogy minden jól fog menni. Micsoda? Anything if I do well with Fukun alone. Nem azt mondom, hogy mindent jól tudnék csinálni egyedül Fukunnal. Ez az út, amit én választottam. Most három szerelmet van, igen. Nem tudok a DC-re nézni most, mert ez a játék nem szereti az altabot. És én nem altabolhatok ki. Miért vagy te? Nino, nem ezt érdemlem. Nincs a jogom ahhoz, hogy vele... Hogy elhívjam őt. És... Rosszak az is mondtam Ichikára. Bántottam az érzéseit. És ennek tetejében én
találkoztatok, mikor gyerekek voltatok. Nem igaz? Tudtad? Nincs jogom úgy érezni, hogy különleges vagyok. Eldöntöttem, hogy mindenkiért fogok élni. De nem titkolhatom tovább Nino és Miku ellen. Sajnálom. Mindig is ilyen vagy. Mindig is jól mentek a dolgok köztünk. Igen. Te voltál az, aki elkezdte tönkretenni a kapcsolatot ötünk között. Nino, komoly vagy, mint mindig. De... egyik kézből viszont féltékeny volt. Te voltál az első. Mi az, hogy Shackless? Csottomatte, Shackless. Na várjál. Annyira jó az a zene. Ez a quintuplet, ez a szöveg, ez... Értem. Szóval, te voltál az első, aki képes volt arra, hogy ki... hát... kitörjön úgymond ebből a... az iker békjóból. Tehát, hogy mindig együtt csináltak mindent, mindig ugyanazt csinálták, sosem voltak önálló dolgaik, meg stb. Ugye itt erre gondol, Nino? Jocuba. És most eldöntötted, hogy értünk fogsz élni? Ne legyél már ennyire bolond. Nem akarjuk... most a pitit ezt hogy mondod magyarul? Nem akarjuk a szánalmadat? Vagy valami ilyesmi? Az indok, amiért mérges vagyok, pont ez. Pont ez. Én voltam az egyetlen, aki riválisként tekintett rád. Nino. Nem érdekel, hogy mégis milyen kapcsolatod volt Fukudnal a múltba. Én vagyok az, aki kedveli őt, a legeslegjobban. Annyira Ninóra van, imádom. Imádom. Teljesen jó flow. Szóval, vesd be minden kártyádat, amit van. Igen. Thank you. Miért mondtam angolul? Köszönöm, Nino. Meg tudom csinálni, nem igaz? Hogy újra Nino riválisa lehessek. Idióta vagy. Hoppa. Totto. Rossz gomb. Mindig is a riválisom voltál. Futaro tudta, hogy eljött a moment. Eljött a pillanat, bocsánat. A pillanat, amikor tudta, hogy ő össze fogja törni az ő szívét. Egy múltbéli emlék átfűzt... most ezt hogy mondjam, várjátok. Sajnálat? Nem sajnálom, hanem sajnálat. Tehát konkrét sajnálat. Már értem. Egy emlék futott át Futaro elméjén. Már amúgy is elmondtam Ninónak. Futaro nem hezitált. Tudta, hogy mit kell mondania. Csak egy idióta van. Általában hülyeségeket is csinál. Na hát, ezt is le kell fordítsam, mert ez fogom, nincs ez mi. Fickle and unruly, ezt a szót nem hallottam. Látjátok, srácok, így fogunk gyakorolni ezekre. A trailer fordításokra. Ezt fogjuk játszani. Nino egyszerűen annyira rakoncátlan és ingatag, de mégis rengeteg törődése van szüksége. Komoly zene, ennek nem itt van a helye most. Ezt elvisszük.
az izé. Na, ne. Megnyitom, megnézem, mi az flow. De imádom ezt a zenét. Na, hol vagy? Amikor Nino ráerőszakolt a Flóra, hogy Flóra? Jó van. Bocs, éppen nézem a DC-ret. Ez cuki. Jól néz ki. Az ETS? Az ETS-ről nem jön ki Magyarországra? Hát az hogy? Ha meg forintba is kiírja az árat. Nem szállítja ki Magyarországra? Ez komoly. semmit. De. Már elmondtam neki nem sokkal ezelőtt. Nino! Kérlek, ne add föl! Hogy ne adja fel. Nem tudom, miért mondtam ezt neki. Hiszen én már feladtam nem jó... sok idővel ezelőtt. De amikor eljött a pillanat, tényleg ezt akartam mondani neki. Ez egy szánalmas sztori. Yusugi-san, Yotsuba. Szóval most nekem jelenleg... nem tudom elfogadni a szeretetet. Sajnálom. De nagyon szépen felnőttél. Viszont én még mindig ugyanaz a szánalmas ember vagyok. Semmi baj. Köszönöm, hogy válaszoltál nekem őszintén. Úgy érzem, végre felismertélek. Felismertem magam benne. Yusugi-san? Semmit nem tudtam volna elérni nélkül. Viszont nem fogok többet csak is rád támaszkodni. Szóval... nincs miért aggódnod tovább miatt. Rendben. Yotsuba. Ez igaz. Az a baj, hogy Yotsubáik és olyan kavaik, hogy őket is sajnálnám, amúgy. Sokkal csodálatosabb vagy annál, mint amit én gondoltam eleint. Yotsuba. Mindig is hálás leszek neked. És elfogy a hangom mindjárt. Én is neked. Ó. Azt hiszem, mennem kéne most. Yotsu! Ez mi volt? Inkább nem ment utána. Szerintem most becsapta az ajtót valószínűleg. Viszlát. Rena. Hello, tanárnő. Bocsásson meg. Mit tehetek vele? Kérem, bármi jó lesz. Van bármi, amiben segíthetek önnek? Segítetek valamit? Mi folyik itt? Na jó van. Nyomunk itt egy mentést, skacok. Ide. És visszamegyünk a menübe. jó. Ezt akkor előcsapjuk. Elfáradtam. De amúgy nagyon jó az a játék. Annyira jó az a játék. Tökre tetszik a sztoria. Meg itt tök fán, hogy végig fordítva végigmehetünk rajta. Kíváncsi leszek, hogy fogjuk folytatni. Majd szerintem valamelyik nap még toljuk tovább. Na most visszamegyünk szépen a OBS-be. Már ha kilép a játék, nagyon jó. Nem ezt akartam megnyomni, hanem ezt levesszük. Átjövünk ide. Na, most pedig, skacok, akkor jöhet a koncert. Megnézzük akkor a Gotobon no Hanayome-nek a koncertjét. Úgyhogy mindjárt el is kapom mint nektek a YouTube-ot. És pillanatot kérek. Ez volt az, ez jó, ez lesz az. Melyik volt? Hetes gomb? Így? Nézzétek el nekem, hogy ilyen fura a felbontás, mert a kis monitorról van most itt nekem a történet. Mert a fő képernyőről fogom majd nézni az OBS-be a történetet. Na! Akkor srácok, vágjunk bele!
Na? Hang? Lesz? Vagy se? Most csak az a kérdés, hogy miért nincs hang? Álljátok, na most. Aha, ott is van. Milyen hosszú? Fél óra. Fél órás történet. Ajacsi! Miku! Mondjátok meg, milyen a hang. Annyira jó ez a szám is, imádom. Úgy tetszik annak a lánynak a pólója ott a háttérbe. De cuki. Pontosan, Krisz, így van. Látod? Alkalmam lehet itt ülni Ninóként. Ennyire jó már. Ajacsi, imádom. Aki szidja a V2 versenyet, az meg is érdemli. Nem foglalkozunk milyenekkel. Az a póló kell nekem a háttérből. Amúgy mennyire gyönyörű már a Jacsi. Meg Miku is persze. Külön a legjobb abban, hogy teljes mértékben én csináltam ezt a Nino cosplayt, szóval, és nagyon jó lett. Amúgy milyen jó már, pont passzol a ruhám hozzájuk. Ugyanolyan fehér izé, annyi, hogy az esküvői ruha, ugye. Nem elég nyitott, de nem feltétlen az ő hibája, mert valószínűleg őt is belenevelték, vagy valami, de... Mondjuk az ember saját maga alakítja a dolgait, szóval... Na mindegy. Miku! Széno! Ó, én a kedvenc színészeimben sose tudok csalódni koncertügyileg. Japánok erre azért nagyon odafigyelnek. Ó, és
Hanza Wakawa énekel. Bármennyire is nem csipem új Icskát, azért Hanza Wakawa nagyon jól játszotta. Ez a ninós hajstílus annyira illik a Jacsihoz. Már csak azt kéne, hogy rózsaszín legyen, ugye? Vagy ilyen vöröses. A Miku az úgy néz ki, mint Miku. Ah, szomorú. Úgy beülnék egyszer egy koncertre Japánba, amikor ilyen animés koncertek mennek. Hát azt gondolom, elhiszem. Inorit is annyira dicsérendő a hangjáért, mert tényleg, amit játszott ugye Itzkiként, és az teljesen más például, mint amit a Remként szokott. Remként például ilyen fiatalosabb hangjaként elképesztően gyönyörű. De ugye felnőttesként is annyira jól megcsinálta, hogy sokáig intród volt. Hát a vége ezeknek. Mutatok egy videót, mert vannak ilyen poénos Gotobon jelenetek, amikor a színészek csináltak ilyen belépő opening féle videókat, és ott Matsuoka hülyéskedik meg ilyenek. Igen? Ugyos kár. Bizony, mindenképp egyszer be kell ülni egy ilyenre. Nem maradhat el. Ha már stream előtt elfelejtetem meg. それではライブの準備整いました。それではテレビアニメ五等分の花嫁スペシャルライブ中野フェス、どうぞお楽しみください。楽しいね。イエーイ、盛り上がっていきましょう。
Chibi-Nino bizony. Mindjárt kivesszük honnan azt a kis figurát, szóba tesszük. Vagy nem is kettiszer. Elég csak oda. Kész is vagyok. Nagyon helyes, nagyon helyes. Bizony, kimegyünk Japánba, megyünk koncertezni, mint a húza. Úgy is van. Kimennénk egy Ajacsi koncertre, hallod? Hát ilyen hatalmas táblákkal mutatnám, hogy Ajacsi, szeretlek. Meg Mikunak is. Jó is lenne. Majd egyszer. Na, kicska. Jaj, ez jó dal! Fú, egy ilyet megnézni az első sorból, de jó lehet. Kár, nincs ilyen még ilyen teljes body trackinges kamerám, pedig akkor tudnék Mikuval úgy rendesen izélni. Táncolni. Nem, mára nem terveznek több streamet. Ma csak így annyit szerettem volna. Fáradt voltam, miután hazajöttünk is, meg ilyenek, úgyhogy alig bírtam neki kezdeni így a napomnak is. Lett volna amúgy FIFA stream, csak hát az IE az mondjuk úgy, hogy kicsit engem most így megviccel, szó szerint. Olyan dologgal, amire soha nem gondoltam volna, hogy lehetség. Lennék amúgy zongorista egy ilyen koncerten. Bár valószínűleg olyan szinten egekben lenne a pulzusom az idejétől, hogy nem igaz. Az a baj, hogy nem szíthatok cégeket a Twitch-en belül, de... Hát igen, igen. Visszatartott egy emoji. Engedélyezés. Rosszalkott flow. Shadow szeret a zombikat. Igen. Nagyon. Na, mi van most? Ó, Ajacsi! Lehet. Jó kis Ajacsi szóló.
それほどなし邪魔しないで目障りよデリカシーかけらもなしたこと追い出しちゃいたい見透かすような発言は奇妙じゃないの私のペース崩されるなんてよ Igen, viszont 50%-ban, na helyen. Lehet, hogy hamarosan Mikunak is lesz nekem utáni. Nő fog szerepelni. Ayachi.大好きだよ。おお。やべえね。いやで今あだましたカラクターズに。だらんにだよ。Mennyi ideig lesz szervizbe, Krisz? Amúgy szívás, mert nem tudtam beírni a játéknak a nevét a kategóriába, mert nincs benne. Most át kell állítsam a másik gottobonosnak. Csak nem fog bántani miatt a Twitch. Lehet, hogy a héten mehetsz értel? Na, szuper. Megnéztem telefonon is a streamet, hú, bakker, nagyon szépen néz ki Miku ezzel a cosplay-jel. Gyönyörű. Hát szép, hogy gyönyörű, hát én csináltam bele. Nem, hílek. Úgy, jó. Hát figyelj, most egy animézni egy mezei laptopról is tud szólva. Én is úgy csináltam. Rákötöttem a tévére, azt hello. Miku szóló, ez az. Csak két évvel idősebb, mint én. Igen? Nagyon helyes.
Nagyon-nagyon helyes. Imádom a mosolyát Mikunak. Annyira aranyos, de tényleg. Na, ezt tudod melyik dal, Chris? Tegnap ezt Osuba toltuk. Tizenkettő perc. Ez a hang, zene a füleimnek, szó szerint. Megzabálom. Annyira aranyos. Ez nagyon jó dal amúgy. Ez annyira szép. Na, álljam elő. De a Yamerunek az élethangja az teljesen más, mint amilyen beszélni szokott, ugye? Meg úgy az animékben is. Ez is annyira jó. Na.
Még három szám van hátra. Egy Jocuba és kettő Itzki lesz. Úgy nézzétek amúgy Krisz, hogy Joan Nico énekel, ugye? Mikó Sama néha énekelhet meg Genshinbe is. Ja, akkor mindegy, akkor még egyszer. Szóval, Fló, majd ha mész a kicunével, csinálj mellé nekem fotót, hogy mik vannak a falon, megyek megint vásárolni. Tudja, mit kell majd vennem a konon. Mert hát az fontos, tudod, hogy kell a falra még néhány kép. Daisuke da yo, Aya neru. Na, most pedig Inorin jön. Ugye? Akkor lehet nem hallottad, amit az előbb mondtam, mondom, nagyon jó amúgy.
eljutunk egyszer Kizunai szintjére, talán, akkor Nikut is nézhetitek olyan nagy, akár mozi kivetítő. De átadtul nagyon messze vagyunk még, de jó lenne. Jó lenne. Szupi. Nem tudom amúgy miért némította le magát az OB-je. Néha szeret csinálni ilyet. Ezek a ribbonok is annyira jó. Nagyon szépen néz ki ez a veres ribbon ott a hajába. Vedd meg amúgy, mert három napod van rá, Krisz, hogy 4000 forint kell megtudod lenni. Utána azt hiszem hatká lesz. Kevesebb, mint egy hónappal hátra, ugye? Végre. Ugye várom már a következő kont. Olyan, mint hogyha 1000 év telt volna el az őszi óta, az képest. Daisuke, de jó! Na, az utolsó, Inori! Úgy, ez valami pörgős szám lesz, hogy látom. Meg annyira jó, hogy Japánban a szinkron színészek nem csak szinkron színészek, hanem konkrétan mindenki énekes. Nincs olyan szinkron színész, aki nem tanítanának meg énekelni rendesen. Ez annyira jó. De nálunk leginkább a szinkron színészek ugye színházi színészek, de nem énekesek, hogy ilyenek. És ide. Jaj, a más színvonal, igen. Jó, nem azt mondom, hogy nem színvonalas a színházi mi volt, de én jobban preferálom ezt az idol filmet végzőt, ugye szinkron színészed előtt. Nekem ez jobban bejön. Igen. Nem is az, hogy több lehetőség, hanem az, hogy komolyabb. Komolyabban veszik. Úgy vannak vele, hogy egy szinkron színésznek tudnia kell énekelni, meg minden. Alapból. Mert hát ugye minden karakternek, minden animében van egy karakterzenéje is, ugye, amit általában YouTube-ra adnak ki, meg az ilyen Blu-ray lemezekre. Wizzy-nek hallgatnám meg amúgy. Mikutól, meg Ajacsitól beszerezni pár CD-t, de jó lenne. Daisuke da yo, Inorin! Ez jó volt, srácok, jó volt. Ennyi lett volna. Nagyon élveztem, annyira jó énekeltek, megeszem őket. Na, vannak itt ilyen vicces poénizék. Inorin! Minase! Okinasai yo! Inorin! Minase-san! Minase-san, okite! Kirito! Ugye most a... Inorin helyére állt be, izé. Matsuoka. Azt hiszem, még ebből van hát. Matsuoka-sanmo, ne? Sza, serifu ake mitemimashou, kocsira desu. Haitteru. Haittemasu. Most Nino helyére fog menni. Sugoi! Matsuoka-kun no Nino-ga kikoe kikere te koto desu ka? Szegény Matsuoka olyan kínosan érzi magát. Látsz.
じゃあ、ちょっと回します。あやち、竹田つえ起きなさいよ。あやな、竹田あずさ、竹田ちゃん、起きて。素晴らしい。ま、松岡に fel kell készülni a szó szerint, mert érzi, hogy annyira, de annyira kínos neki. Legnagyobb állat. Amúgy imádom ezeket a videókat nézegetni. Matsuoka-san, doko da to omoimasu? Matsuoka-kun wa 1 ka 5 na kigashimasu. 5 no kanousei ga aru? Hai. この可能性があるんですか？気がします。なるほど。どちらだと思います？どっちかだと。もうバシッと決めときましょう、それだけ。どっちかな。でもなんか反応から見るに、うん、5番かなって感じ。なるほど。さあ、それでは竹田さん戻ってきてください。はい、さあ、ちょっとね、さあ見てください、番号をね。そして今札を持ってない方が一人おられます。あれ先に乗れる。やばい。よーわずよーわずよーわずよーわず。el lehet itt lenni ezzel a sorozattal. Én nekem hozzá nagyon közel áll a Gotobon. Nekem mindig is az első számú top animém lesz. Ninóval együtt a top anime karakterem is persze. Szóval, ja. Hú, nagyon jó volt, srácok. Na, hát akkor így végeztünk mára. Ma nem csinálok több streamet, mert holnap szintén megyek Pestre, szóval... Most inkább pihi, inkább animézgetek, meg ilyenek. Aztán majd... holnap talán leszek este. Viszont 23-án... 23-án mindenképp leszünk, mert jön a nagy futam, srácok. Jegyezzétek be, mert visszatér a nagy futam. Úgyhogy évente továbbra is csinálni fogjuk Zeusszal szépen, úgyhogy december 23-án Silverstone-ba a brit pályán fogunk menni egy teljes 100%-os futamot. Úgyhogy majd arra mindenképp gyertek el, mert jó lesz, el fogunk szórakozni, az biztos. Remélhetőleg nem fogunk valamelyikünk kiesni, Zaival, fú, jól el fogunk szórakozni, úgy érzem, csak ne üssön ki minket a fenébe. Hát igen, Enderboy, jókor jöttél. Pont a legvégére. Ha jössz, fizeted, rámenem? Ú, bakker, péntek a szanyadika, várjál. Ma van szerda 21. Hol a naptárom? 23. Úha. Na, 23. az nem jó sajnos. Pont aznap van a nagy futam. Hát 23-án sajnos nem tudok jönni. Nem, ott valamikor. Hát konon úgyis megyünk, szóval. Igazából, tök mindegy. Na. Figyeld meg, még többször fogtok kezdeni. Csak nem. Ugye az időpont még azért nem biztos, mert 5 órára terveztük, de még majd meglátjuk, hogy ki hogy fog ráérni, meg ilyenek. Aztán majd, ja. Én a kon 4-et már megvettem. Azt hiszem egy hónap. Ja, talán valahol a körül, egy francakat, 2 hete szerintem. 2 hete legalább megvettem, úgyhogy azzal már nem kell foglalkozni szerencsére. Ja, várom, megyek figurákat gyűjteni megint 1000-rel. Remélem lesz majd Uzuki Shimomura figura. Azt mindenképp szeretnék szerezni egyet a gyűjteménybe. Meg hát még több Nino figura, mert az kell. Mondjuk most egy Mikusat mindenképp szeretnék venni, ha találok. Úgyhogy az nem fog elmaradni. Hánykor futam? Még nem tudjuk. 5 óra, jelenleg az előre megbeszélt időpont az 5 óra, de hogy a tényleges időpont az mikor lesz, azt még nem tudjuk. Azt még majd ma este, vagy holnap megdomáljuk Zeusszal, aztán majd meglátjuk. Szóval, ja. Na jól van, srácok. Köszönöm szépen akkor, hogy itt voltatok. Mennyi idő nekem Pestre jutni? Több mint 1 óra. Főleg eljutni a kicunébe. Íj, az sok. Sajnos sok. Na jó van, skacok. Jók legyetek. Majd dumálunk, meg ilyenek. És akkor talán holnap, legkésőbb pénteken mindenképpen találkozunk. Na, legyetek jók. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok ezen a jók is.
koncert live-on, meg Ottobon live-on, majd folytatjuk mindenki. Legyetek jók! További szép estét kívánok mindenkinek! Na, szevasztok, szevasztok, szevasztok! Now I don't know what to do with myself.